Sok szeretettel köszöntünk mindenkit innen a Mobilizből. Demeter Piroska kolléganőmmel, engem Molnár Milánnak hívnak, és egy olyan játékra invitálunk mindenkit, amiben közösen érdemes részt venni, hiszen ez egy több személyes játék lesz, közös kísérletezésre alapul, úgyhogy mindenképpen vonjátok be a jelenlévő felnőtteket, szülőket, vagy akárkit, aki jelen van. Már csak azért is, mert továbbra is a új mobiltelefonok használatát fogjuk megmutatni, hogyan tudjuk a fizikai kísérletekben felhasználni ezeket az eszközöket, és ahogy ezt már korábbi videóinkban is megtettük. Ezért aztán mondom még egyszer, most is kifejezetten a hatodikasokhoz szólunk, de mindenki mást is szeretettel látunk, hiszen semmi olyan nem lesz benne, ami bárkire akár veszélyes lenne, vagy túlságosan bonyolult. Nézzük akkor, mi is lesz a játékunk lényege. Eljátsszuk, hogy milyen lenne az, hogyha mi lennénk azok a tudósok, akik valamilyen távoli világot fedeznek föl olyan módon, hogy nem tudnak oda menni fizikailag, és nem tudják megnézni, megfogni, megtapogatni. Tehát akkor nyilván valamit el kell küldeniük maguk helyett oda. Például akár a Marsra, akár egy távoli, még távolabbi objektumra, akár itt a Földön egy mély tenger fenekére, egy vulkánba. Számos olyan hely van, ahova mi személyesen nem szívesen mennénk el. Ezért aztán a játékunk során Piroska majd létrehoz nekünk egy ilyen ismeretlen világot, amit majd nekem föl kell térképezni. Nézzük meg, hogy ezt hogy tesszük meg. Miből fog állni ez az ismeretlen világ? Hát ismeretlen világunkban egyrészt előfordulhatnak fizikai akadályok, amit egy kartonlappal fogunk modellezni. Ezt fogjuk a úgymond műszerünk útjába pakolni, és ezt kell neki hát remélhetőleg megtalálni, hogyha ügyesen dolgoztunk. Ezen kívül lesz az ismeretlen világban fényforrás, ezt is be kellene azonosítani, hogy nagyjából hol található, illetve, ami talán kevésbé egyértelmű még itt az asztalunkon, ez nem csak egy sima befőttes üveg, némi ragasztós szalag hengerre helyezve, hanem a lényeg itt található az elején, rátettünk egy korongmágnest. Ti is, hogyha felépítitek a pályát, akkor valami dobozt, vagy szintén befőttes üveget keresetek, és akkor arra tudjátok rögzíteni a mágnest. Azért arra figyeljetek, hogy ugye lesz itt valamiféle az idegen világot bejáró kis szondánk, és ahhoz kell egy kiskocsi, vagy valami, ami egy egyenes mentén jól el tud mozdulni. Az elmozdulást azt egy madzaggal biztosítjuk, hát nálunk ezt egy gördeszka fogja végezni, és olyan magasságba helyezzük a mágnest, hogy azért az a gördeszka alapja felett legyen, tehát legyen rá esély, hogy annak a terét érzékelhesse a kis műszer. Egyébként erre egy távirányítós autó is alkalmas, vagy bármilyen kis autó, tehát ez most csak a mi hirtelen megoldásunk, és azt is próbáltuk ezzel kimutatni, hogy tényleg egyszerű otthoni eszközökből akár rögtönözve is meg lehet ezt a játékot csinálni. Na szóval, hát nekem egy olyan világot kéne föltérképezni, amiben fizikai akadályok vannak, fényforrások vannak, illetve mágneses tér változhat esetleg. Hát hogyan is tudom én ezt megtenni? Hát nyilván akkor keresztül fog menni a robotnak a váza ezen az ismeretlen világon, és visz magával érzékelőket. Hát azt itt már ugye többször mutattuk, hogy a mobiltelefonunk az tele van ilyen érzékelőkkel. Nézzük is akkor meg, hogy hogyan tudjuk mi ezt használni. Itt a telefonom kijelzőjét látjuk a hátam mögé kivetítve. Ez a FeeFox nevű alkalmazást használjuk, ahogy azt már tettük más korábbi eseteinkben is, de most egy picit jobban a mélyére ásunk ennek az alkalmazásnak. Nem az előre beállított kísérletek közül választunk, hanem mi magunk hozunk létre egyet. A jobb alsó sarokban van egy kis plusz gomb. Ez a plusz gomb hivatott arra, hogy ténylegesen saját kísérletet állítsunk össze. Itt ugye a kis piros kereszt gombbal, aki angolul tud, az még oda is van írva, hogy mit csinál ez. Ez hozza létre az egyszerű kísérletünket. A kísérletünkben természetesen meg kell adnunk azt, hogy mit érzékeljen a kísérlet során a mi érzékelőnk. Ugye azt mondta Piroska, hogy ebben a világban, amit föltérképezni készülünk, fizikai akadályok lesznek, amiken keresztül fog menni majd a robot. Hát nyilván ehhez az ő gyorsulását kell, hogy mérjük. Angolul ez ugye accelerometer. Aztán mivel fényváltozásokat is mérünk, ezért a fényszenzort is be kell kapcsolnunk, ezen kívül pedig a mágneses mező érzékelését tesszük meg. A kísérletünket el is nevezzük, legyen mondjuk Mobilis játék. Elvileg jól írtam. Na nézzük akkor. Hozzáadtuk a mérésünket, és ez már az a felület itt a kijelzőn, amit a mobiltelefon lát. Na igen ám, na de hát én nyilván a mobiltelefonomat fogom nézni, amikor azt a mobiltelefont játékból elküldjük több millió kilométerre tőlem, hanem egy vele kapcsolatban lévő számítógépet.
Ezért aztán, ha jobb felső sarokban lévő három pöttyöt megnyomom, akkor bejön a menüből egy olyan, ahol a középső kis kipipálható ablak melletti angol felirat az azt jelenti, hogy lehetővé teszem a távoli vezérlését ennek a mérésnek, hát én ezt lehetővé teszem. És hogyha ezt megtettem, akkor mostantól kezdve alul egy olyan címet találok, amin a telefonomat elérhetem messziről. Hát nézzük meg, hogy ezt én hogy fogom megtenni. Egyszerűen csak egy böngészőt fogok megnyitni, minthogyha éppen a híreket akarnám elolvasni, és begépelem oda azt a címet, amit már ugye a telefonom alul kiírt. És ettől, lásd csodát, megjelenik a képernyőn, a laptopom képernyőjén megjelennek a mérési adataim. Itt egyszerre tudom ellenőrizni a gyorsulás, a fény és a mágneses tér érzékelőket. Most, hogy felkészültem a mérésre, akkor én azt gondolom, hogy nincs más dolgom, mint hogy egy picit elvonuljak, hiszen csalás lenne, ha megnézném saját szememmel, hogy mi van ebben a világban, és akkor Piroska meg elkészíti nekem ezt az ismeretlen világot. Így van, tehát megvárjuk, hogy Milán elvonuljon, és akkor gondoljuk végig, hogy hogy is szeretnénk elhelyezni itt az akadályokat. Ő most nincs halló távolságban, nem is lát minket, és akkor szépen elhelyezzük itten neki az akadályainkat, azért úgy építsük fel természetesen, hogy el tudjon haladni a kis szondánk majd itt a meglévő akadályaink mentén. És akkor persze ezt el kell előre lejtenünk, úgyhogy az elrejtés pedig úgy fog történni, hogy itt felhajtom a paravánt, és még szerintem utána lehet, hogy ennél is körültekintőbbnek kell lennünk. No nézzük, akkor mindjárt paraván fel, és utána fogom Milánnak jelezni, hogy jöhet. Igen, még itt a kendő mögé egy plusz rejtést is tettem, és akkor igyekszünk úgy elhelyezni azért a lámpánkat, hogy az ne legyen feltűnő, hogy ő ezt kívülről ne érzékelhesse könnyen. Jó, szerintem most már rendben vannak a dolgok, és akkor azért elindítom a szenzoraink működését, vagy még nem, azt majd... Te indítod el? Én majd elindítom, jó, igen. Jó, oké. Ja persze, hiszen ő ezt már a számítógéppel összekötötte, úgyhogy akkor innentől én félrehondolok, és akkor Milán jöhet. Jöhetek, nagyon Milán jó. Milán jöhet, megkapja mindjárt a vezérléshez szükséges számítástechnikai hátteret, és akkor innentől kezdve neki kell kitalálni. És tényleg, tényleg nem csaltam, tehát nagyon hová fontos. Hová mit pakoltunk? Elbújtam. Na kérem szépen, akkor elvileg van itt nekem egy madzagom, aminek a segítségével tudom húzni a kis felfedezőeszközömet, és ugye itt az én távoli eszközömnek van egy lejátszó gombja, amivel el tudom indítani azt a mérést, amire éppen most készülünk. Elindítom a mérést, és húzom a szondát keresztül a pályán. És végigért, és leállítjuk. Hát nekem fogalmam sincs, hogy mi történhetett, de tényleg egyébként viccen kívül nem csaltam. Nézzük meg, hogy akkor mi volt. Ugye az látszik itt a vetítő adatain, és akkor most szerintem azt hozzuk be inkább közelre, hogy ott én mit elemzek éppen. Három irányban érzékeli a gyorsulását a mobiltelefonnak, a XYZ, ezt most igazából nem is kell nekünk annyira részletesen megbeszélnünk, az látszik, hogy itt van egy nagyon komoly tüske, valahol 4 és 6 másodperc között, ilyen 5 másodperc környékén. Itt ha ráviszem, akkor nagyon szépen látszik, hogy 4,79 század másodpercnél történt valami komoly gyorsulás. Aztán később egy újabb történt, olyan 7,8 másodperc környékén. Valószínűleg tartom, hogy az lehetett, hogy ráment egy bukkanóra, majd lejött arról a bukkanóról. Nekem ez az elképzelésem. Nézzük meg, hogy ehhez képest a fényt hogyan érzékelte. Láthatóan a fény itt olyan 5 másodperc után kezdett el emelkedni, és a legnagyobb értéket valamikor olyan 6,8 másodpercnél érte el.
És nézzük ezzel szemben a mágneses tér hogyan változott menet közben. Hát a mágneses tér az pedig láthatóan 5 másodpercnél érte el a csúcsot. Tehát én azt állítom, azt gondolom, most akkor már visszajövök ide a képbe, hogy az én megfejtésem a játékra az volt, hogy szerintem először ráment egy döccenőre, aztán utána elhaladt egy mágnes mellett, majd pedig egy erős fényforrás mellett elhaladása után ledöccent újra arról a kis emelkedőről. Ellenőrizhetnénk, hogy jól fejtettem meg a kérdést? Nézzük meg, kíváncsi vagyok. Természetesen ellenőrizhetjük mindjárt. Hát elég szerintem, hogyha fölhajtjuk ezt a... Vagy lehajtjuk, igen. Lehajtjuk, igen, szerintem egyszerű lesz a lehajtjuk. Így van. És biztonsági. Hát kérem szépen, én ezt úgy látom, hogy jól láttam. Ugye a hátsó kerék döccenését... Igen, azt mérte ki a hátsó azt mérte kerék ki jobban, igen. Mérte ki. De minden esetre a sorrend szerintem a sorrend stimmel. Gyorsulás először, itt a nagy tüske, aztán utána következik a mágneses tér, itt van 5 másodpercnél, majd pedig a fény 7 másodpercnél. Na hát kérem szépen, ezt a kis játékot ajánlom mindenkinek kipróbálásra. Megmondom őszintén, ezt a játékot mi találtuk ki, a programot természetesen nem mi írtuk, és nagyon kiváló program, mindenkinek ajánljuk a használatát. Ahogyan mindenki érzi, de látszik, hogy ez nem egy személyes, hanem egymásnak adjuk a feladványokat, úgyhogy érdemes bevonni testvért, szülőt, akármilyen közel álló felnőttet, és jó kísérletezést kívánunk hozzá!